Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Farlanders folytatása. Legutóbb kipróbáltuk a közepes nehézséget és sikerrel vettük. Úgyhogy most próbálkozunk meg a nehézzel. 30 körrel, 8 körrel kevesebb. Azaz legalább 2 ellátmánnyal. Meglátjuk. Meglátjuk. Egy kör múlva jön 20 ember. Egy kör múlva jön 20 ember. Hem. Azt hiszem ez lesz a jó. Ide majd lehet terjeszkedni. Megvan a 20 ember. És itt ki lehet majd terjeszkedni szintén. Kicsit drága lesz, de hát ez van. Fogadjuk mind a 20-at. Azzal nem is lehet kérdés. Kaja. Energia. Sumo. Majd ha ide eljutunk, akkor itt lesz egy adag. Nem túl nagy adag, de nem is tudom, hol lesz az ideális. Ugye ezt feláldozom víznek. A terraformáláson nagyon-nagyon sok múlik, hogy mit kapunk. Az nem. Ez mondjuk ott lenne vízforrás. Viszonylag közel. Viszonylag közel? Hát... Viszonylag közel, ja. A víz az mennyibe kerül? 20, 20, ez meg 5. Az pont elég. Remek, akkor itt lehet egy kis extra energiát ezzel kinyerni. És akkor legalább vízből pozitív a mérleg. Oké. Igazából nincs értelme küzdeni.
a terraformálóig. Mibe kerül ez 15? Tattattam. Van egy víz. És akkor ott lehet egy dupla vizet. Dupla víz, az mindig jó. Ez is opció, hogy itt egy víz, és akkor itt lesz két víz. Itt meg majd lehet lakóhely, vagy mi ez? És később esetleg ide le tudjuk zúzni. Azt hiszem ez lesz. Azt hiszem ez lesz a megoldás. Azt hiszem, ez a legjobb megoldásunk. És akkor be tudjuk venni a 20 embert. Legközelebb, vagy hát nem is túl messze. Ez az energia majd kell mindenképpen. Megkockáztatjuk azt, hogy embereket behúzzuk. Tisztán. Oké. Mit kapunk terraformálóba? Van egy víz. De ahhoz vészlendek kellenek, hogy azt használjam is. Oké, azt hiszem ez volt a leghasznosabb. Nem jó, hanem leghasznosabb. Na, már csak mínusz 10-be vagyunk. Oké. Na hát a további embert befogadni az viszont nem annyira opció. Nincs se áramunk, se a következőt ki kell hagynom. Na, megvan a víz. Lehet, hogy nem kellett volna lerakni, mert akkor így nehezebb lesz majd a terraformáló. Ugyan nem nyerjük meg azt a vizet, ami elképesztően hasznos lenne.
de megnyerünk két üzemanyag erőforrást egymás mellett. Az elképesztően jó buli. Oké. Okay. Be tudunk-e fogadni elég mennyiségű embert? Hat van. Tíz, meg egy az nem lesz elég arra, hogy ne 55-re menjünk föl, hanem 70-re. Na, nem mintha egyébként bármi másból meg lenne. Nincs kaja töbletünk. Nincs víz töbletünk. Jó, most szedünk 15 embert. Aztán kérdéses, hogy beférünk-e a 30 körbe. De hát ez egy ilyen ügy. Oké, van még egy vízforrásunk. Na most már csak az kéne, hogy valahol ki is használhassuk. Oké. Okay. Ez nem rossz, nem rossz. Legalább kajára lesz elég. Vizet nem tudom honnan. Mondjuk igazából ezt a vizet elhasználhatjuk víznek. Mert itt lesz relatív sok kajánk. Nem ideális, de relatív sok kajánk. Oké. Okay. Termeljünk. Kéne energia. Jó. Vagy opció, hogy itt átjutunk. Oké. Fordítsuk el. Akkor itt lesz két egymás melletti jó kis hely. Egy következő víz vagy valamilyen forrásnál. Oké, még mindig. Most már van nyersanyagunk legalább. Ha csak valami nagy gubanc nincs. De még mindig kéne lakóhely. Tizenötnek van elég. Oké, van elég. Kaja. Elég. Nő. Elég sok kaja. De nem. Nem elég, csak elég sok. Hát. Megint 15-öt fogunk befogadni. Csak. Azt a 30-at be kell húzni. Még azzal csak 100-ra megyünk fel. És utána 40-ek lesznek valószínűleg, amit küldenek. Nincs víz. Anya vagy a törjön bele.
nincs vízforrás. Na, hogy lesz ebből nekem jó? Hát leginkább sehogy. Hát leginkább sehogy. Mert vízre van szükségünk. Iziben. Na igen, központi kezdésnél több vizet értünk volna el könnyedén. Ez a legtöbb, amit tudok hasznosan tenni, azt hiszem. De ez semmi. Ezzel ez a baj, hogy ez semmi. Muszáj, meg különben kifogyunk vízből, ami nem jó. Ami nagyon nem jó. Hát az, hogy ide elszaporodunk ekkora útvonalon, az nem opció. Egyenlőre. Na, mit kapunk, az a nagy kérdés. Semmi olyat, ami kimondottan segítene. Hát valamelyik kettőt tudom ebből eltakarítani. No. Jó, hát egyszer nem lesz víz, ez a rövid válasz. Már nem lesz víztartalék. Na, kell 40 ház. Bleh. Rövid érték. Van 40 ház. De nem lesz víz.
le fogunk menni mínusz millió vízbe, és esélytelen, hogy legyen víz. Ha 15-öt fogadok be, akkor egy elég, és 44 kör múlva, 44, még 4 kör múlva, az nem elég. Most 120-ra kéne fölmenni, akkor már buktuk. Akkor a rövid válasz, hogy már buktuk. Hát, ez... A nehéz az nagyon kemény. Az pont egy szakasszal nehezebb, mint kéne. No. No. A kaját megoldjuk. A kaját azt nagyon megoldottuk. Azzal nincs is kérdés. Nincs vízforrás, úgyhogy gyakorlatilag szomjan haltunk. Mert az, hogy itt eluvangolunk, hát az nem egy reális opció. Na, ez opció nélküli. Úgyis ki kell menni a magasba. Ez nem túl reális. Jó, nem, ennyi volt. Nincs értelme küzdeni. Na, hát megpróbáltuk a nehezet, nem jött be. Tényleg nehéz a nehéz. Fogunk még ráfutni egy-két kört. Nem tudom, meddig lesz türelmem, kedvem próbálkozni vele. Mára ennyi.